Az ország több nagyvárosában tartanak megemlékezést a holokauszt helyi áldozatainak emlékére, mindenhol körülbelül abban az időben, amikor indultak a vonatok Auschwitzba a deportálásra. A nyíregyházi megemlékezést vasárnap délelőtt a szokásokhoz híven az egykori főrabbiról elnevezett Bernstein Béla téren tartották a holokauszt emlékmű előtt. Ez egy emlékeztető és emlékezés arra a tragédiára, ami itt Nyíregyházán is megtörtént a német megszállás után, és ugye ezt követően a teret is Bernstein Béláról neveztük el, az akkori rabbiról, aki szintén az Auschwitzba, itt volt a gettóba, és Auschwitzban halt meg. Azt gondolom, hogy ezt mindig meg kell tennünk, hogy ez még egyszer soha ne forduljon elő, és emlékezzünk el a tragédiára, a szégyentes eseményekre, de azokra is, akik igaz emberekként minden körülmények között segítettek a rászorultaknak. Magyarországnak közel 600 ezer zsidó vallású áldozata volt a holokauszt során. Nem volt olyan család, amelyeket ne érintette volna ez a tragikus történelmi esemény. A német hadsereg 1944. márciusában szállta meg az országot. A zsidókat április közepén kezdték összeírni, június elején pedig már megkezdődött a deportálásuk Nyíregyházáról és környékéről. Szinte az egész vidéki zsidóságot ebben az időszakban megszüntették, legyilkolták. Így Nyíregyházáról és környékéről is rengeteg ember deportáltak, akik aztán Auschwitzba mentek és nem jöttek vissza. Körülbelül 5000 fő nyíregyházi városi lakót tömörítettek a nyíregyházi gettóba, és körülbelül 12500 nyíregyháza környéki zsidót tömörítettek a gettóba, majd innen elhurcolták őket három tanyára, és onnan pár héten belül az egész 17500-as tömeget Auschwitzba deportálták, és csak néhányan tudtak visszajönni. Erre emlékezünk most. Ha a múltunkra nem emlékezünk, akkor nem tudjuk építeni a jövőt, hangzott el a beszédekben. Heiszler András hozzátette, a túrai parancs úgy szól, meséld el fiaidnak a történetet. Ezért fontos, hogy rendszeresen megemlékezzenek a tragikus eseményekről is.